A Környezetvédelmi Világnapon június 5-én reggel tették ki a Kímorgán szatósboltja tulajdonosai azokat a rajzokat a bolt egyik falára, amelyet az óvodások készítettek az első alkalommal meghirdetett alkotópályázatukra. Vonnák Andrea, a bolt egyik tulajdonosa, munkatársunknak elmondta, hogy a rajzversennyel a kicsik szemlélet formálása volt a céljuk, hogy később közülük minél többen legyenek a fenntartható fejlődés hívei. A pályázatra 3 óvodából 15 egyéni rajz és 1 csoportos alkotás érkezett, ez utóbbi a Patakparti óvoda VUK csoportjába járó gyerekektől. Őket külön díjjal jutalmazták. A rajzok értékelésében a kiírók segítségére volt Füstös Katalin pápai óvónő is. A díjazott egyéni alkotások egyik tárgya az általunk is nemrégiben bemutatott komposztáló robot volt, amelyet Ignác Rafael Dominik, a 7 színvirág óvoda tulipán csoportosa örökített meg sajátos szemszögéből. De volt, aki a szelektív hulladékgyűjtést, más a levegőt szennyező gyárakat választotta alkotása témájául. Az üzlet tulajdonosai egészséges gyümölcslével jutalmazták a nyerteseket, amit ezen a héten juttatnak majd el az óvodai csoportokhoz.